Bíz magadban, és képes leszel dönteni. Ez a hétnek az első vlogja. Maradj a végéig, mert ott meg fogok mutatni három olyan hacket, life hacket, ugye, ami a végén szokott lenni, amivel egyből jobb döntéseket leszel képes hozni. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok. Milyen volt a hétvége? Ez a hétnek ugye az első vlogja. És napi vlogolok, ugyanis pár hét múlva megjelenik a könyvem, ami már előrendelhető. Link a lájgomb alatt a leírásban van. Ez egy bakancslistás álmom. Igazából összegyűjtöttem mindenféle jegyzetemet, és abból született egy könyv, amit nagyon örültem volna, hogy amikor a tudatosabb életpályán elkezdtem haladni, akkor magaménak tudhatnék. Olyan, mintha a fiatalkori önmagamnak írtam volna. Nagyon remélem, hogy számodra is ez egy érdekes dolog tud lenni. És úgy gondoltam, hogy a napi vlogokban mindig a könyvnek egy-egy fejezetét fogom bemutatni, és ezáltal kedvet csinálok, hogy hát ha megveszed a könyvet, illetve a könyv kapcsán készítettem két kurzust is, egy online képzés, annak is a linkje ott van a leírásban, van ingyenes verzió, amit ki lehet próbálni, personal branding, én márka témában, illetve hatékonyságnevelés, produktivitás témába. Na de, beszéljünk a mai napi vlogról, ami ugye az, hogy hogyan tudsz bízni önmagadban és jobb döntéseket hozni, hiszen minden vezetőnek, de nem csak vezetőnek, hanem minden embernek döntéseket kell tudni hozni az életében, és hogyha már itt tartunk, ugye minden ember a saját életének a vezetője. Vannak emberek, akik úgy döntenek, hogy nem döntenek és csak halogatnak, minthogyha csak sodródnának az árral, ami nem feltétlenül a legjobb irány, hiszen ha valaki attól fél, hogy elkerülje a problémákat, akkor kb. Olyan, mintha attól rettegne, hogy éjszaka lesz. Tehát problémák mindig lesznek, a kérdés, hogy hogyan állunk ezekhez, és ehhez megfelelő döntéseket kell hozni. Zárójelesen a halogatás vagy csak sodródás kapcsán nem azokra a szituációkra gondolok, amikor jobb elengedni az egészet és nem érzelmileg jobban belemerülni. Azokban tényleg az a legjobb, amit tehetünk, hogy elengedjük. Jól figyelj, mert az egész könyvnek és a napi vlog sorozatnak talán a legfontosabb üzenete az most jön. Készen állsz? Helyes! Az igazán kiemelkedő, dönteni képes embereknek erős önbizalma van. Nem valamilyen külső körülmények, más emberektől való visszacsatoláson múlik az, hogy ők milyen irányba fognak haladni, és hogy miből táplálják az önbizalmukat, hanem egyedül abból, a saját magukba vetett hitből, hogy tudják, amikor egy helyzet előtt állnak, akkor gyorsan lesznek képesek döntést hozni, és hogyha még rossz irányt is választottak, akkor is hamar korrigálnak. Be fogják tudni látni, hogy lehet, hogy most döntöttem, nem kapkodtam el, viszont nem ez a jó irány, akkor semmi más dolgom nincsen, csak irányt váltani. Ez a legfontosabb üzenet, hogy a magunkba vetett hit által tudunk jó döntéseket hozni. Mindannyiunknak erre a szintre kell eljutni. Ennek pedig az egyetlen módja a fejlődés, a folyamatos gyakorlás, a kudarcok, ezeknek a megélése, átélése és azokat a következtetéseket levonni, hogy hogyan haladjunk tovább. Na meg persze mentorok, podcastek, könyvek, remélem akár az én könyvem is tud segíteni, vagy pont ez a vlog, amit nézel. Úgyhogy kezdjük el a vlogot, jöjjön az intro! Kezdjük a napi idézettel. A valóban sikeres döntéshozatal titka az ösztönös és tudatos gondolkodás egyensúlyában rejlik. Malcolm Gladwell. Folytatva a gondolatot, sztorizzunk egy kicsit, ki mással kezdjük, mint Steve Jobs-al pár. Ez a gondolat nem is tőle jön, ő is valahonnan olvasta, viszont a Stanfordi beszédében osztotta meg a világgal. Ez pedig az, hogy a pontokat nem lehet előre összekötni. Kell, hogy legyen egy hitünk magunkban, a világban, hogy majd valahogy a jövőben, ahogy alakulnak a dolgok, a pontok vonalakká válnak, és össze lehet őket utólag kötni, de semmiféleképpen sem lehet őket előre összekötni. Be kell vállalnunk azt is, hogy lehet, hogy rosszul döntünk, maximum tanulunk belőle. A lényeg, hogy
gyorsan és határozottan dönts. Ha nem az az irány, korrigálsz, változtatsz, mész tovább, de semmiféleképpen sem szabad rágódni rajta, és bánni, hogy úristen, mit csináltunk, miért nem úgy csináltuk, mi lett volna, ha. Fogadjuk el, vonjuk le a következtetéseket, tanuljunk belőle, és haladjunk tovább egy újabb döntéssel. Nem nehéz, hanem kihívás. Mindig van egy új szemszög, amiből a problémáidat, jobban mondva a kihívásaidat vizsgálhatod. Marcus Aureliusról már beszéltem, és többször írok is a könyvben, a vlog, ahol beszéltem róla, itt van, úgyhogy ha gondolt, kattints ide és nézd meg. Ugye ő mondta azt, hogy a külső körülményeinkre nem lehet hatásunk, azokat el kell fogadnunk. Viszont az egyetlen dolog, ami a mi irányításunk alatt van, hogy nem hagyjuk, hogy a külső körülmények befolyásoljanak minket. A negatív gondolatokat és helyzeteket ugyanis használhatjuk motivációnak is, és tekinthetünk előre, hogy ebből mit tanulhatunk, hogyan léphetünk előre. A kérdés persze az, hogy hogyan tekintünk rá. Nehézség, probléma, vagy pedig egy kihívás, amiből tanulhatunk, fejlődhetünk. Negatív helyzetek, gondolataink mindig lesznek, ezért ahogy már mondtam, ennek a kiiktatásán semmi értelme nincs dolgoznunk, viszont azon, hogy a helyzethez, ami kialakult, hogy állunk és pozitívan jöjjünk ki, azon annál inkább van értelme dolgozni. Egyszerűen erősebben tudunk kijönni belőle, mint hogyha egy ilyen szuperhős tudással, jelmezzel vérteznénk fel magunkat, hogy az adott helyzet, ami akkor kilátástalannak tűnt, azt is meg tudtuk már oldani. Volt ilyen, mindenki vissza tud gondolni az életébe, hogy mikor volt ez a kilátástalan szituáció, amit jól megoldott, és utána a saját maga győztesévé vált. Szóval a túlzott elvárások helyett inkább csináljunk valami mást. Vegyük azt, hogy van egy meeting, ami nagyon fontos, készülünk rá, rengeteg minden múlik rajta, és azt reméljük, hogy mondjuk ez a meeting minimum 80%-osan, és azt reméljük, hogy ez a meeting minimum 80%-osan sikerül. Aztán ott vagyunk, nem rossz a meeting, egy 70%-ot elértünk. Viszont csalódtunk, mert 80% volt a cél, és alul teljesítettük. Ehhez képest, hogyha azt mondanánk, hogy oké, nagyon fontos ez a meeting, 50%-ot érjünk el, az egy safe bet, feltehetőleg el tudjuk érni. És hogyha az 50-hez képest akár csak 60%-ot elérünk, ami ugye kevesebb, mint a 70 az előző példában, a 60-nak örülni fogunk, hiszen már több, mint amire eredetileg kalkuláltunk. De mondhatnám úgy is, hogy reméld a legjobbat, de számíts a legrosszabbra. Tudod, mi jön most? A lifehack-ek most már úgy érzem, hogy ez a setup lesz az, ahol a legtöbbször a lifehack-eket el fogom mondani. Úgyhogy kezdjünk is bele. Van egy rész a könyvben, ahol olyan tippeket adok, hogy hogyan tudod instant növelni az önbizalmadat. Ezt itt nem fogom elmondani. Vedd meg a könyvet. Micsoda jó szélsz, remélem, hogy hat is. Menjünk egy másik témára, amit a vlog elején már mondtam is, hogy meg fogom osztani azt a top 3 lifehacket, amivel instant tudod növelni a döntéshozatalodat. Amit a vlog elején említettem is, tehát azt a top 3 lifehacket, amivel instant tudod a döntéshozatalodnak a minőségét, teljesítményét növelni. Jöjjön az első. Ne gondold túl, hozz mondjuk olyan 1 vagy 2, 5 perces, 10 perces, 1 órás szabályokat, hogy amikor van egy helyzet, egy kihívás, probléma, nevezd, ahogy szeretnéd, akkor azt te nem rágódással fogod tölteni, és nem besöpröd a szőnyeg alá, hanem azt mondod magadnak, hogy igen, most erre ennyi időkeretet fogok szánni, és a végére, bármi is van, fogok hozni egy döntést. Ugyanis pont a Facebooknál szokott az lenni, hogy done is better than perfect, tehát az elvégzett munka jobb, mint a tökéletes. Mindig lehetne még kattogni rajta, mindig, de ugye az már halogatás, és azt meg nem akarjuk, úgyhogy legyen meg az idő, és dönts. A második pedig, hogy egyedül hoz döntéseket. Nyilván, hogy kikérhetjük embereknek a véleményét, tanácsot azt ne, erről már beszéltünk, hiszen a tanács a legolcsóbb dolog a világon, hanem szerezzél igazából információt, azt a kellő információt, ami ahhoz szükséges, hogy te tudd, hogy biztosnak,
önbizalommal telinek érzed magad arra, hogy meghozza azt a döntést, hiszen a nap végén egy jó vezető tudja, hogy csak is ő felel a saját döntéseért, senki más, úgyhogy épp ezért kell egyedül meghoznunk a döntéseinket. És amúgy is mi ismerjük legjobban az adott helyzetet, tehát akkor nekünk is kell meghozni az adott döntést. Ezzel pedig eljutunk a harmadikhoz, az pedig az, hogy hallgass a megérzéseidre. Merjél, ahogy egyre több tapasztalatod lesz, egyre többször megérzed, hogy mi az, ami a fejedben vagy a szívedben van, és azt nyugodtan meg lehet próbálni, tapasztalj, hiszen az idő előre haladtával csak ez egyre jobb lesz, egyre jobban fogsz tudni benne bízni. One more thing. Steve Jobsosan kell, hogy legyen egy one more thing, ami pedig az, hogy mindig legyen egy B terved. Tehát gondold azt is át, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy tervezed, akkor mit fogsz tudni csinálni, milyen lépéseket fogsz tenni, ezzel még könnyebben tudod meghozni amúgy az A tervedet, arra a döntést, és maximum tudod, hogy van más is a tarsolyodban. Nagyjából ennyit szántam erre a vlogra. A kérdés, hogy mit tudsz most csinálni, mi legyen a következő lépés. Hát például feliratkozhatsz, megnyomhatod a csengőt is, a like gombot is, elküldheted valakinek, akinek ez a gondolat jó, sőt, hogyha nagyon durva vagy, átmész Instagramra, majd miután ott is bekövettél, megrendelheted a könyvemet, most egy akciós áron a lenti linken elérhető, valamint akár a képzéseimre is beiratkozhatsz, aminek ugyanúgy ott van a linkje. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy megnézted a vlogot, hogyha nem vagy feliratkozva, tényleg iratkozz fel, és nem majd találkozunk holnap, ugyanis akkor a sebezhetőségről lesz szó. Szia! Sziasztok!